Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést, hogy mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, akkor személyes, a díjam 4000 forint. Először is megnézzük az ő gondolatait, ami itt felül és itt alul látható. Az ördög. Az lehet egy negatív gondolat, mint például, nekem úgyse sikerül semmi. De az ördög lehet egy személy a környezetében, aki rosszat akar neki, és mivel az ördög megjelenik a gondolataiban, ő ennek tudatában van. Itt a kezébe veszi az arany érmét, odafigyel az anyagiakra. Ez jelentheti a munkahelyi viszonyokat is. Vagy valaki hamis vele szemben, és pénzt követel tőle, vagy becsapta őt anyagilag, vagy problémái vannak a munkahelyén. Itt most a kezébe tartja ezt az érmét, és ez jelentheti az ő saját értékeit is, amikor rájön arra, hogy hát én is értékes vagyok. Vagy jelenthet egy új munkahelyet, hiszen látható ennél a fiatal fiúnál egy új kezdet. És mivel a kezében van a lehetőség, ez azt jelentheti, hogy már van egy ajánlat. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Itt van előtte a kerítés. Amikor harcol, hiszen nem tudja, hogy mi van a kerítés mögött, mi fog következni. És kell az élet ereje ahhoz, hogy átmásszon a kerítésen, hogy legyen egy új kezdet. De jelenleg még vannak korlátozások. Itt is látható, hogy támadják őt, védeni kell magát. Ez lehet egy belső küzdelem is, amikor nem tudja, hogy mit akar, mert nem lát át a kerítésen, nem tudja, mi van a kerítés mögött. De azért vannak nála álmok, meg elképzelések, az itt látható. Ha megvan a hite, akkor ez az álom megvalósul. De ha nem hisz ebben, akkor ez a kártya egy illúzió és csalódásokhoz vezethet. Itt a képen látható, hogy van mozgás. Vannak különböző lehetőségei. Ő dönt, hogy melyik irányba tekint. De az ő célja az, hogy legyen egy közeledés, mert látni akar téged. Itt látható ez a két érem. Ez utal az ő anyagi helyzetére, vagy a munkájára. Itt van két ajánlat, és ő kicsit még vacillál, hogy melyik ajánlatot fogadja el. Lehet, hogy tanácsot kér tőled. A kép utalhat a párkapcsolatra is, de ő olyan bizonytalan, hiszen hiányzik a belső egyensúly. De legyen meg a bizalmad, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak, azt is jelentik, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák az ördöggel kapcsolatban. Itt a lilium virág utal a tisztaságra, ezek a negatív gondolatok tisztázódnak. Lehet, hogy van hamis személy a környezetében, de ezeket a dolgokat is tisztázni fogja. Itt a halak láthatóak, és a halak jelentik az anyagiakat ugyanúgy, mint ez az érem.
Neki oda kell figyelni az anyagi helyzetére és a munkájára. Itt láthatóak az álmok, és az álmok közelében megjelenik a virágcsokor. Az jelenti a te szépségedet, a te nőiességedet, vagy egy meglepetést, egy ajándékot. Itt vannak még korlátozások, és ez összefügg az ő döntéseivel. Nem tudja, hogy mi van a kerítés mögött, nem tudja, mi hogyan alakul, ha az egyik irányba dönt, vagy a másik irányba. Ugyanúgy, mint itt, ő nagyon vacillál. Itt láthatóak a kihívások, ő küzd valami vagy valaki ellen, de ez lezárul, hiszen a koporsó ezt lezárja. A koporsó és a küzdelem az esetleg lehet egy örökösödési ügy is, ami nem könnyű számára. Itt a férfi őre utal, erre a férfire. És hamarosan lesznek itt változások, hiszen előtte a csillagok jelentik a szerencsét meg a bizalmat, változik majd a hozzáállása. Ő keresi a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. Ez lesz az irány. És ez az irány feléd mutat. Nálad találja meg a biztonság érzetét. Itt az érméknél vagy anyagiakról van szó, vagy a munkáról, és itt a levél az lehet egy munkahelyi szerződés is. Az ő napi energiája itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, mert ez fontos számára, ahol le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, ott vannak kihívások, ott van a hamisság, és nála lesz egy új kezdet, vagy vannak tervei. A te napi energiád itt a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet. De azt is, hogy kettőtök között van egy kármikus kapcsolat, hiszen a sors utatok kereszteződött. A kereszt az jelent döntéseket is, hiszen hamarosan elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt az aktuális szerelmi energia, illetve szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!